A Ferencsik János Zeneiskola kórusa születésnapi dallal köszöntötte a 85 éves Balázs Árpádot vasárnap az intézményben megtartott ünnepségen. Az Erkel és Magyar Örökségdíja zeneszerző feleségével érkezett a köszöntőre, ahol a zeneiskola tanárai és tanítványai adtak műsort. Balázs Árpád születésnapi köszöntése már szinte hagyomány a városban, hiszen az érdemes művész számtalan szállal kötődik Balatonfüredhez, sok művet írt a helyi kórusoknak és a fúvószenekarnak is. Többek között a füredi muzsika is neki köszönhető. Szűcs Attila, a Balatonfüredi Tankerületi Központ szakmai igazgatója köszöntőjében hosszasan sorolta Balázs Árpád érdemeit, méltatta a zeneszerző szakmai munkáját. Dr. Bóka István polgármester személyes élményeiről beszélt az ünnepelt kapcsán, hiszen, mint mondta, általános vagy középiskolásként is gyakran találkozott Balázs Árpád szerzeményeivel az énekórákon. Igaz, akkor még nem figyelte, kinek a fülbemászó műveiről van szó. Balázs Árpád díszpolgári minőségéről is elismerően szólt. Én nem a díszszóról szeretnék beszélni, hanem polgár. Polgár a szó valódi és nemes értelmében. Aki itt él közöttünk. Itt van velünk a borrovai rendezvényeken, velünk mondunk, itt van velünk az ünnepeinkkel, itt van velünk a találkozásunkban, barátként viselkedik, elképesztő intelligens humorával. Itt van velünk a karnaváli rendezvényeket, itt van velünk, aki építi, megőrzi a közösséget, ami számunkra annyira fontos. Ez egy polgárnak a szerepe, és ez egy első polgárnak a szerepe, azt gondolom, amit Balázs Árpád tökéletesen betöltött. Az ünnepségen Balázs Árpád átvehette a tankerület és a város ajándékait is. Emellett a zeneiskola tanárai, zenebarátok gratuláltak a 85. születésnaphoz. Tanulni kell a téli fákat, ahogy adta a Pixus Marás. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanyásni égiért. Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót. A hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. Bóka Laura Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell című versét mondta el, valamint a zeneiskola kórusa előadásában több Balázs Árpád szerzemény is felcsendült. A jeles alkalomból egy fát is elültetett a Palóznakon élő zeneszerző a zeneiskola kertjében, nem messze Ferencsik János szobrától növekedhet az örök zöld. Balázs Árpád 85 évesen is aktív, alkot és zenét szerez, ez élteti, mondta el híradónknak. Bartók, amikor meghalt, azt mondta halálos ágyán, csak azt sajnálom, hogy tele bőröndel kell távoznom. És nem szeretnék tele bőröndel távozni, és ezzel már jeleztem, hogy van dolgom még, vannak terveim, és egy alkotóművész addig él, ameddig van mondani valója, és akar még szólni ki szavakkal, ki muzsikával, ki hangjegyekkel, ki festőecsettel az emberekhöz, és én nekem nagyon sok mondani valóm van, hogy a legfrissebbet hadáruljam el, itt a fürediek hallják először, a győri zsinagógában volt, a Győri Egyetemnek egy ilyen tiszteletemre adott nagy szerzőestem, tiszteletem adott est, és hangverseny, és ott egy Elgár nevű hajdanában angol zeneszerző, annak egy témájára írtam egy óriási nagy zenekari variációsort, annak volt az ő is bemutatója, meg fogják jelentetni így, koncertfúvó zenekari formában, lehet, hogy itt is fogják játszani. Ez az Elgár variációk tényleg jó kiszaladt a kezemből, jól is csinálták, jól adták elő. Tehát azért mondom, mert a kérdés erről szólt, hogy van-e még van. Hadd ne soroljam tovább. Nagyon köszönöm ezt az ünneplést, és szeretnék minél többször és minél hamarabb ismét jönni. Feltételezhetően a következő Kodályon találkozunk. Ha addig nem, lehet, hogy még ősszel is valami téli. Szeretném a 90-et is megérni, ha így szeretnek itt. És hogyha nem az ünneplés miatt, hanem a szeretet, ami sugárzik. Az ifjúsági fúvószenekar is egy Balázs Árpád művel tisztelget Balatonfüredváros díszpolgár előtt, de egyik szerzeményét, melyet Kis Ernő honvédtábornok emlékére írt, a hétvégén megrendezett fúvószenekari találkozón is eljátszották, ráadásul három zenekar közös előadásában hallhatta a közönség.